Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már jelentős múltra tekintenek vissza az olyan sportrendezvények, amelyeken ép- és mozgássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő fiatalok közösen vesznek részt. Magyarországon is volt már példa hasonló az integrációt elősegítő sportversenyre, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont kedden rendezték az első ilyen vetélkedőt a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében. Nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és azt hiszem, hogy itt ez a legfontosabb, hogy ezt sikerült elérnünk, hogy együtt tudnak mozogni, egymásért tudnak mozogni, és együtt, az együtt játéknak az élmény azt hiszem, hogy nagyon sokat segít a sérült gyerekeknek is ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy a társadalomnak ők is egy ugyanolyan fontos részei, mint a nem sérült társaik. Úgyhogy szeretnénk ebből hagyományt csinálni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében már elkezdtük ezt korábban, amikor a díjátadó gálán is közösen díjaztuk a sérült, illetve az egészséges gyerekeket. Így meg most már a sportterén is teljesen egyként kezeljük őket, ennek egy azt hiszem nagyon komoly szimbóluma ez a mai rendezvény is. A versenyen 4 speciális oktatási intézmény diákjai mellett a nyírkarászi és a gyulaházi általános iskola tanulói vettek részt. A rendezők olyan feladatokat igyekeztek összeállítani, amelyek teljesítése nem okozhatott gondot a gyerekek számára. Testnevelő kollégáimmal egy váltóversenyt állítottunk össze, amely vegyes csapatokból volt. Együtt versenyeznek a sérült gyerekek az egészségesekkel, illetve ezt követően a focit nagyon várják, a foci az mindig népszerű. Ez a terem egyébként is híres arról, hogy nagyon sok jó futballmeccset játszottak már itt, utána egy futballmérkőzésre kerülsre, egy körmérkőzésre, aztán a vadonatúj pingpongasztalainkat felállítjuk az aulába, ahol asztali tenisz bajnokságot fogunk lebonyolítani, és mivel az időjárás kedvezőre fordult, ki tudunk menni a kinti gumipályán, pedig kosarazni fognak a gyerekek. Bár a különböző versenyszámoknak voltak győztesei, ez volt az a rendezvény, amelyen tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos.